meg sír a takaró, könnyed számoló. A szemeimet minden kiderül, kár mondani már. A magyarság szívben menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál. Vendégem Szarka Tamás, szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok! Hosszú évekkel ezelőtt írtad meg a Készfogás című dalt. Hogyan vált ez a nemzeti összetartozás himnuszává? Most azt én magam se tudom pontosan. A Duna TV születésnapjára írtam, és a Duna TV aztán elég gyakran játszotta, és mi magunk is elég gyakran játszottuk a koncerteken, elkezdték énekelni. Nyilván az összetartozásról szól a dal. Nyilván szép lassan fölvették, a közönség meghallotta, elkezdik énekelni, és de ez hosszú idő volt, tizen pár év. A dalaim egyébként is sokszor úgy vannak, hogy sok évig érnek, ez nem tudom miért van, bár legyen így, ez is így volt. És aztán egyszer csak már úgy emlegették, mint az összetartozás himnuszát. Most pedig ez már a sokadik ilyen közös éneklés kezdeményezés volt. Idén itt az A38 hajón énekeltél fiatalokkal, gyerekekkel. Hogyan emlékszel vissza rá? Hogyan sikerült? Ez mindig csodálatos. Nyilván gyerekekkel énekelni. Csodálatos a Dunán énekelni. Itt a Duna völgyében. Most is köszönöm, hogy az A38 zenés hajó befogadta ezt a kezdeményezést. És hát pár száz gyerekkel énekelhettünk. Nyilván jöttek volna sokan, de hát ennek ez veszélyei is lehetnek, hogyha ide jön 1000-2000-3000 gyerek, föl se fér. Otthon viszont már ebben az évben 630 regisztráció történt, tehát 630, nem 630 ember, hanem 630 intézmény és helység és polgármesteri hivatal és óvoda és szeretett otthon jelentkezett, tehát közelítünk a 200 ezer felé, amikor is június 4-én együtt énekelhettük egyszerre. Mindenki otthon ezt a dalt. Meg a világ számos pontjáról becsatlakoznak ilyenkor. Ez milyen érzés számodra, hogy mondjuk Japánban énekli valaki ezt a dalt? Ez felemelő, zavarba ejtő, ez egy édes teher is nyilván. Hiszen az ember alapvetően, a muzsikus, alapvetően ösztönlény. Nem is lehet más, mert maga a zene is ösztön. Viszont ha már valaki ír szöveget, verset, szavakat használ és azt hoz be, mint például én is, ott már megjelenik a tudatosság. Most itt is megjelent a tudatosság már, és akkor, hogyha ilyen sokan úgy gondolják, hogy forduljunk egymás felé, mi magyarok, ezen a napon, mondjuk el egymásnak, adjunk erőt egymásnak, és merítsünk egymásból erőt, kiből másból, természetesen, hogy egymásból. Egymás felé fordulunk, és elmondjuk egy évben egyszer, vagy életünkben egyszer, vagy párszor, mert szükségünk van rá, van egy ilyen készítése a magyaroknak, biztos vagyok benne egy más nemzet fiainak, gyermekeinek is. De nekünk is van egy ilyen készítésünk, hogy néha igenis mondjuk el, hadd mondhassuk el, hogy valamennyire mégiscsak több közünk van egymáshoz, mint vadidegenekhez,
ez természetes. Így kultúránkban, vallásunkban, vagy azért, mert fődiek voltunk, vagy azért, mert Kárpát-medencében vagyunk, vagy voltunk, ha mi ketten, például én, ha veled találkozom Üzbegisztánban. Egyébként én is felvidéki vagyok, úgyhogy felvidéken hamarabb találkozhatunk. Ha mondjuk a Üzbegisztánban találkoznánk, és akkor te meghallod, hogy magyarul beszél valaki ott az utcán, akkor biztos, az biztos, hogy valamit éreznél. Na ez az az érzés. Az biztos. Főleg, hogyha meg egy felvidékivel találkozni, akkor meg végképp. Te sosem állsz meg, azt tudjuk nagyon jól rólad, egy olyan zeneszerző vagy, aki mindig ügyködik valamin, és most is egy ősbemutatóra készülsz majd a Nemzeti Színházban. Mesélj erről, az Esthajnal című előadás lesz látható Vinyánszky Attila rendezésében. Igen, hát ez régi dédelgetett álmom. Tulajdonképpen ez már 2001-től indul, amikor a legmenőbb musical színház Pozsonyban, a Nová Széna ezt műsorra tűzte, és fölkért engem, hogy poroljam le azokat, tehát hangszereljem át azokat a muzsikákat, amik ott vannak, és írjak hozzá. Ez megtörtént akkor, és azóta foglalkoztat engem ez a téma. Ez egy cigány Rómajos Júlia ballada. A Cigánytábor az égbe megy, ha valakinek mond valamit, ez a film cím. Meg a Makarcsudra Gorki. És ezelőtt meg nyilván az egésznek a gyökere, az egy Gorki novella, Makarcsudra, ebből táplálkozik aztán ez a történet. Ebből írtam ezt a történetet, és a muzsikát, ami már dupla CD-n is megjelent, 84 perc volt akkor, most már 90 percnél járunk. Három, tulajdonképpen nem is három, hanem négy színház egyszerre mutatja ezt be majd. Október 12-én lesz már kivontűzve a bemutató, tehát a Budapesti Nemzeti Színház művészei, a Nemzeti Táncegyüttes művészei, Zsurászkijék, Karaván Színház. A Karaván Színház, köszönöm szépen, ez egy roma színház, és egyébként meg a Fővárosi cirkusz művészei is vannak ott, zsonglőrei. Tehát így négy, és még két gyönyörű paripa is élő a színpadon, tehát különleges vendégeink is lesznek. Elképesztő itt lesz ez az előadás, mert ahogy mondod, engem abszolút felcsigázott. Aha. Ott jártál a próbákon? Volt lehetőséged belenézni? Mert én láttam a fotókat, nagyon színes, nagyon Vidnyánszky is, én ezt nagyon szeretem. Igen, igen, tulajdonképpen hát ő a nagy klasszikus orosz színháznak a képviselője, hiszen és ott is tanult. És ezt nagyon szeretem, ezeket a klasszik, tehát színház van. Tehát az a színház, amikor ha a pisztoly megvillan az elején, akkor az előbb-utóbb elsül, és ez meggyőződésem, hogy most a számok bűvéletemben nem kell, mert egyáltalán nem számítanak semmit a számok, de itt 50-60 ember lesz egyszerre a színpadon, robognak a táncosok, 42 táncos robog erre a borzasztó energikus muzsikára. Azért gondolom, hogy az, mert én írtam, de hát most az is én, de a rendező és igazgató úr, Vidnyánszky Attila barátom, elbűvölte ez a muzsika, ezért vette föl nyilván műsorra. Borzasztóan kíváncsi vagyok rá. Én is természetesen ott lettem a próbákon, a legszebb része ennek mindig a próba, ez egy ősbemutató, azért tudjuk, ilyenkor mindig van benne egy rizikó, hogy mit szól majd a közönség. Ilyenkor alkot nem csak a rendező, hanem ilyenkor alkot a színház igazgató maga, amikor belemegy egy ilyen dologba, hogy ősbemutatót legyen, ez mindig különleges, főleg ezekben a méretekben meg. Egyébként is, és azt tudom azt, hogy már jövőre aztán elindul ez a színház, mert úgy lett fölépítve az egész darab, a díszletek is, hogy tájolhasson, tehát ez darab majd nagyon sokfelé fesztiválokon is megmutatódik majd. Ezen kívül természetesen nekem most már más foglalkoztat, mert lesznek még próbák, még utolom, hogy 12 gyönyörű napot kap a darab az Esthajnal, a bemutató előtt. Ott is ott szeretnék lenni, imádom, szeretem, ez a legszebb, de egyébként a koncertekkel is kell foglalkozni, ugye, és akkor itt... És hát akkor várjuk a premiért, és én biztosan ott leszek. Nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk, de egyébként meg a Missa Missio, írtam egy misét, ez Galántán, a Szent István templomban, katolikus templomban bemutatásra kerül. Augusztus 19-én, augusztus 20-án Pécset játszunk, szeptember 28-án Isztambulban, wow. És január 4-én pedig a Műpában egy születésnapi nagy koncert, szimfonikus zenekarok kórussal, Miklós Erikában. Gyere vissza és mesélj nekünk sokat. Nagyon szépen köszönöm, Tamás. Én köszönöm a lehetőséget. Szépen. Sziasztok!